Budapesten az Országos Széchenyi Könyvtár dísztermében vehették át a minősített könyvtár címet a Bonyhádi Biblioteka képviselői. Az elismerést Hoppár Péter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára adta át, mondja az intézményvezető. Pályázni kellett erre a címre, meg kellett alakítanunk egy minőségirányítási tanácsot, melynek elnökévé Csobot Erinát tettük, mert ő teljesen magáénak érezte ezt a feladatot, ezt a minőségirányítást, és a pályázati kiírásnak megfelelően pontok szerint kellett egy szakmai beszámolót készítenünk, illetve egy önértékelést kellett beadnunk, ami után egy szakértői bizottság lejött Budapestről helyszíni ellenőrzésre, és akkor ők továbbították ezt. A kitüntetések azoknak a könyvtáraknak adományozhatók, amelyek a közművelődési és könyvtári szolgáltatások terén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A minőségirányítással már 2015-ben elkezdtünk egyszer foglalkozni az akkori vezetéssel, aztán ez így alábbhagyott, és akkor 2021-ben már a megyei könyvtár igazgatója ugye többszöri unszolására mondtuk, hogy jó, beadjuk a derekunkat, és akkor megnézzük, hogy milyen ez a pályázati kiírás, és így álltunk neki dolgozni. A pályázati kiírásban több szempont volt, tehát kiírás kellett a vezetőségről, kellett ugye a munkánkról, a munkatársakról, tehát arról kellett egy önértékelést végeznünk, illetve magáról a munkánkról, a partnerkapcsolatainkról, innovációs dolgainkat, hogy miket, tehát mi nem csak egy könyvtár vagyunk, akik dokumentumokat kölcsönöznek, hanem emellett programokat szervezünk, vetélkedőket, író-olvasó találkozókat, tehát próbáljuk az olvasókat behozni a könyvtárba. A cím használatára 2023 és 27 között jogosult a Solymár Imre városi könyvtár. Tehát 5 évre kaptuk meg, ezután újra kell majd pályáznunk, illetve 500 ezer forint pénzjutalmat kaptunk. A következő lépésünk, akik már megkapták a könyvtári címet, azok pályázhatnak a minősített könyvtári díjra. Itt 2 innovációval lehet pályázni, illetve kell pályázni. 23-ban ezt mi nem szeretnénk, majd 24-ben próbálkozunk ezzel. De nagyon jó csapatot alakított ki ez a rengeteg munka, mert heti szinten ugye ezzel foglalkoztunk, sőt az önkormányzat is, tehát a fenntartónk is mellénk állt, engedélyezte, hogy napi 1 délelőttöt bezárhassunk, és ezzel a minőségirányítással foglalkozhassunk. Mi összesen 5-en dolgoztunk ebben a projektben. Az elnök asszony kiadta a feladatokat, ugye a pályázati kiárásnak megfelelően, mindenki időre elvégezte, utána összeültünk, véleményeztük mindenki munkáját, és végül így készült el a szakmai beszámoló, amit be is adtunk. 21. szeptemberétől kezdtünk el foglalkozni heti szinten, és a végén már tehát napi szinten, tehát napi 1 órát rááldoztunk, hogy még finomítsunk, de így se lett természetesen tökéletes, mert így is van még mit fejlesztenünk. Az országban egyébként idén 9 könyvtárnak ítélték oda az elismerést.